Üdvözlöm Önöket! Április 15-ére tervezték Kolozsváron a nők menetét a szexuális erőszak elleni fellépés nemzetközi hónapjának jegyében. Mire Önök a beszélgetésünket látják, a menet lejárt, reményeim szerint nagy részvétellel. Azért örültem különösen neki, mert alkalmat ad arra, hogy beszéljünk nem csak a nőket érő szexuális erőszakról, hanem mindarról, amit a menet szervezői is fontosnak tartanak. Tudatosítani, hogy a nő elsősorban ember. Nem anyja, felesége, szeretője, bejárónője, modellje, szexszimbóluma valakinek, hanem ember. A maga teljességében, leggyakrabban tökéletlen testével, lelkével, szellemével. Hát erről fogunk ma beszélgetni, hogy például mit gondolunk mi nők saját magunkról, mitől érezzük magunkat értékesnek, mikor gondoljuk úgy, hogy nem jól bánik velünk a világ, mit tekintünk adott és nagyrészt megváltoztathatatlan életkörülménynek, miben látjuk életünk értelmét, és mit tanítunk meg mindebből lányainknak. Mai vendégem dr. László Éva, aki pszichológus, a Bábesbolyai Tudományegyetem több karán tanít, Kolozsvári Nők Egyesülete az Erőszak ellen, az Artemis egyik alapítója. Szervusz Éva, Isten hozott, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Milyen és nőnek lenni mostanában? Nézőket. Jó. Az alapjában véve jó. Ezen gondolkodtam, amikor jöttem erre felem, hogy persze, hogy beszélünk ezekről a problémákról, de hogy úgy egyébként nem bújnék ki a bőrömből, és nem szeretnék férfi lenni. Én sem. Nagyon érdekes az, hogy ugye legtöbbször arról beszélünk, ilyen publikus helyeken elsősorban, mert azért vagyok meghívva, mert hogy a nőiességnek, a női témáknak az árnyoldalaival vagy a hátrányaival foglalkozunk. Annak ellenére, hogy az utóbbi idők elsősorban prevenciós programjaiban és a szakember találkozókon, illetve képzéseken egyre többet beszélek én is, meg a kollégák is arról, hogy nem lehet megelőzésről, rossz bánásmód megelőzéséről beszélni, anélkül, hogy nem beszélnénk arról, hogy milyenek a jó kapcsolatok, hogy miért jó nőnek lenni, miért jó férfinak lenni, és hogy a kettő egymásnak nem ellensége, ellenpólusa, hanem komplementere, kiegészítője. És ez jellemző, kéne legyen bármilyen igazi partner vagy párkapcsolatra. Egy tavaly októberben a maszol.ron megjelent cikkből szeretnék idézni. Romániában átlagosan 30 másodpercenként vernek meg egy nőt, méghozzá nagyjából büntetlenül. Így kezdődik a cikk. Úgy kiszámoltam, hogy mi körülbelül 30 percet fogunk beszélgetni, tehát ameddig mi beszélgetünk, addig körülbelül 60 nő fog kikapni Romániában. Ez azért egy elég durva szám, nem? Durva szám, még kicsit azon gondolkozom, hogy számolták ezt ki, mert hogyha így van, akkor nyilván, hogy ez a legsötétebb oldala a bántalmazásnak, vagy annak a megközelítésének. Egy kicsit gondom van azzal, hogyha nem kapok magyarázatokat, akár a médiában közölt híreknek is, vagy nem győznek meg. Ugye, hogy kérdőjeleim vannak a 30, mert hogy Romániában 30 másodpercenként, nem tudom, hogy nem-e arra utalnak, vagy azokra az adatokra, a felmérésekre, ami az élethossz alatt elszenvedett bántalmazást illeti, és hogy abban nyilatkozták azt a romániai nők egy reprezentatív, tehát országosan reprezentatív mintán, hogy az életükben valamikor legalább egyszer szenvedtek el valamilyen típusú bántalmazást, amit a partner vagy valamelyik családtag követett el ellenük. Megint oda térek vissza, hogy kell beszélni arról, hogy óvatosan kell bánni ezzel a témával, hogy egyik véglet sem hasznára van az embereknek, sem az áldozatoknak, sem az elkövetőknek, sem a szemlélőknek. Nagyon megfontoltan és megalapozottan kell hozzányúlni a témához. Elég nagy sajtóvisszhangja volt az RMDSZ nőszervezete által kezdeményezett NEM kampánynak, amely kapcsán veled is többször beszélgettek kollégáim itt a stúdióban erről a témáról. Én megnéztem a honlapjukat, és láttam, hogy segélyhívó telefonszámok, praktikus tanácsok arról, hogy egy bántalmazó kapcsolatban élő nőnek jó, ha van egy előkészített csomagja, hogy amikor esetleg úgy érzi, hogy már nem bírja tovább, akkor minél hamarabb megfutamodhasson, úgymond.
hogy kérjem segítséget a barátaitól, beszéljen arról, hogy őt bántás éri, stb. De én ezt a problémának, ezt csak egy nagyon, nagyon vékony pászmájának érzem, ezt a fajta segítségnyújtást. Tehát, hogy nagyon örültem volna egy olyasminek például, hogyha lenne egy stratégia arra, hogy tudatosítsuk az emberekben például, hogy közbe lehet ilyenkor lépni. Hogyha tudom, hogy a rokonaim, a barátaim, a munkatársaim körében van ilyen eset, hogy akkor igenis én erről beszélhetek, hogy igenis konfrontálhatom. Nem így van? Határozottan így van. Amennyit én tudok a holnapról, az az, hogy sokkal több mindent terveztek rá. Talán lesz folytatás és kiegészül hasznos információkkal, hogy arra fokuszáltak, hogy a legfontosabb, tehát a sürgősége, legsürgősebb esetekben legyen valami, amihez nyúljanak a hozzátartozók vagy az áldozatok, mert hogy magyarul nincs Romániában más elérhető anyag, vagy nagyon nehezen hozzáférhető ilyen nagy kézikönyvek formájában, amelyeket nehezen tud valaki megtalálni, például a civil szervezetek hálózatának a honlapján, a WIF honlapon. Tehát jó lenne, hogyha kiegészülne ezekkel természetesen. Az is igaz, hogy egyetlen kampány sem tud teljesen mindenkinek választ adni, és minden helyzetre választ adni. És hogyha az a kérdés, hogy mi az, amit tehetünk, akkor nagyon arra tudok mindenkit, hát nem csak bíztatni, hanem kérni, hogy gondolja végig. Nem tudom azt mondani, hogy bármilyen helyzetben, hogyha látsz az utcán két embert, aki összeverekszik, akkor az a jó reakció, hogy oda mész és közéjük állsz. Ez már közelíthet ahhoz, amit mi úgy nevezünk, hogy kockázatos altruizmus, risk altruism néven bekerült a szakirodalomba, mert hogy ténylegesen megtörténhet, hogy a saját magad biztonságát, vagy testi lelki, és a többi épségedet is veszélyezteted, de az, hogy felhívd az 112-t, az, hogy valamilyen módon, ahol magadat is véded, de nem hagyod szó nélkül, és erre lenne a hivatalos válasz. Tehát úgy gondolom, hogy egy közösségnek az a felelőssége, hogy ne csak egyéni eseteket lásson. Tehát kutatóként is azt nézzük, hogy melyek a jellegzetes, melyek a jellemző nagy populációra akár kiterjeszthető jelenségek vagy jellemzők, és melyek az egyéniek. Közösségként mindenikre kéne tudjunk választ adni. Azért létezik a szociális háló, azért létezik az igazságszolgáltatás, nem, hogy abban az esetben, amikor egy társadalom, ha az igazságszolgáltatásra gondolunk, egy társadalom úgy gondolja, hogy egy bizonyos cselekedet az túl van a társadalom tolerancia határán, vagy tűrős határán, akkor beiktatja egy törvényt, leszabályozza ezt. Mert elsősorban ugye ilyen normatív, szabályozó hatása kéne legyen, vagy ez a célja. És ha büntető eljárásokra gondolunk, meg büntető törvénykönyvre, akkor az büntetéseket is szab ki. Tehát mi a következménye annak, de a civil is igazából. Tehát, hogy mi a következménye annak a tettnek, ami a társadalom szempontjából nem elfogadott. A szociális szolgáltatásoknak a létrehozás, ami ilyen esetekben nagyon fontos, az megint egy másik szintre viszi a segítségnyújtást, mert nem tudom elvárni a szomszédasszonytól, a gyerektől, a tanártól, a kollégáktól, a média szakembereitől, hogy szakszerűen tudjanak kezelni ilyen eseteket. Mert hogy ez a szociális munkásnak, a pszichológusnak a dolga egy bizonyos szinten túl. Tehát jelezni az, felhívja az 112-t, onnan tovább az, hogy ő megoldja a helyzet, kibékítse a veszekedő, vagy éppen verekedő feleket, vagy igazságot szolgáltasson, vagy megmentse valamelyiket. Tehát ezek olyan helyzetek, amire nem tudunk általános recepteket mondani. Úgyhogy a közösségi és társadalmi felelősségeket emelném ki az egyéni felelősség, és ez visszacsorog. Mert attól, hogy,
hogy mi létrehozzunk, hogy beiktatjuk, vagy nem iktatjuk be az oktatási rendszerünkbe a szexuális nevelést, a kapcsolati programokat, a jó kapcsolatokat, elősegítő programokat. Ha nem kezdünk úgy elélni, mi felnőttek, akkor mennyire tudjuk hitelesen közvetíteni a gyerekeink fele? Jártam olyan iskolába, ahol azt kérték, hogy erőszakellenes, erőszak megelőző, gyerekek közti erőszak megelőző programokat végezzünk. A 6 alkalomból lecsökkentették a lehetőségünket 2-re, és a 2. alkalommal, mikor mentem, széles mosollyal jött szembe az egyik iskolai alkalmazott, ekkora nagy bottal, és irányítgatott a bottal, hogy ebbe az osztályba bemehetek, most rakott éppen rendet. Hát most erre nem is tudok mit válaszolni. Én se tudtam akkor. Igen. Hát, hogy mindenkinek van dolga ebben, egyértelmű. A bevezető szövegemben mondtam, hogy érdekel az, hogy mit gondolunk mi nők magunkról, hogy mitől érezzük értékesnek az életünket, illetve hogy mikor gondoljuk azt, hogy most éppen olyan a bánásmód, ami nekünk nem megfelelő, amit agressziónak vagy egyéb nem megfelelő bánásmódnak gondolunk. Egy kicsit messzi lesz, egy kicsit hosszú lesz ez a gondolatmenet, de szerintem mindenképpen tanulságos. Nekem ez az idei húsvét volt rendkívül gondolatébresztő ilyen tekintetben, és azt hiszem, akkor döntöttem el, hogy feltétlenül erről beszélgetnem kell veled. Két dolog miatt. Az egyik egy rádióműsor volt, amiről húsvéti szokásokról beszélgettek a műsorvezető fiatal hölgyek itt egy kolozsvári rádióban, és elmesélte az egyik, hogy ő egy kisebb faluból származik, és rettenetesen idegesítette, hogy fiatal lány korában még mindig élt az a népszokás, hogy húsvét vasárnap este a fiúk, ahova tervezték, hogy másnap locsolni mennek, szalma bálákat vagy szalma kötegeket dobigáltak be az udvarra, és aztán húsvét hétfő reggelén, mikor beállítottak locsolni, akkor előbb szétnéztek az udvaron, hogy vajon összeszedte valaki a szalmát, mert hogy ebből állapították meg, hogy dolgos-e a házasszonya vagy az eladó lány, mert hogy ez egy nyilván egy hagyományosan egy olyan ünnep, amikor a fiúk szétnéztek a portákon, az eladó lányokat mustrálták. És hogy ez a két fiatal lány, hölgy úgy beszélt erről, hogy hát persze, hogy idegesítette őket, és kinek volt kedve hajnalban szalmát szedni az udvarról, de hogy ugye egyébként teljesen természetes volt, hogy úgy keresnek párt maguknak bizonyos közösségekben, hogy mennyire dolgos, hogy mennyire tiszta az udvar, hogy mennyire figyel arra, hogy mindenki legyen vixolva egy ünnep alkalmával. Szerintem ez nagyon-nagyon sokat mond arról, hogy milyen a mi társadalmunk, és milyen a nők hasznosságának a megítélése a társadalomban. Igen, most, hogy ez mennyire marad fenn, mennyire jellemző, úgy gondolom, hogy útkeresésben vagyunk. Tehát nagyon-nagyon sokféle szokás, sokféle szerep még jelen van. Nem is tudom, hogy ez mennyire specifikus, mert hogyha visszagondolok a nagyszüleim, nagyanyáim felsóhajtásaira, bezzeg a mi időnkben más volt, mikor mi gyerekek voltunk, mikor mi fiatal lányok voltunk, meg az ők, még dédnagymamámnak a sóhaja is néha eszembe jutnak, hogy ezek természetszerűleg változnak. Hogy bizonyos helyeken, és ezek az úgynevezett hagyományos szerepek benn maradtak, csorbulva, ez tény. A kérdés az, hogy mennyire tudjuk ezeket átfogalmazni, megtalálni nekik az új ruhájukat, vagy az új szerepeiket, anélkül, hogy ez bántó lenne. Mert akkor, hogyha ez nem zavarja sem azokat a férfiakat, nőket, családokat,
és nem zavar mást sem. Tehát itt az egyéni, közösségi értékek, érdekek nem ütköznek a társadalmi, és gondolok a gyerekházasságra, ami uh-huh. egy meredekebb, mint az, hogy hogyan választanak, vagy hogyan játsszák el. Mert ez is kérdés, hogy ez mennyire volt egy játék. Uh-huh. Ugye valamikor a felnőtt életben a játéknak óriási nagy szerepe volt. Az udvarlási játékoknak is, játszmáknak is, ahol próbálgatták akár a kompatibilitásokat a párok, akár azt, hogy hogyan tudnak kiegyezni a különböző generációk a választott pár tekintetében. Hát, hogy ezekkel önmagában nem lenne gond, hogyha ez ebből nem következnének olyan bántó, sértő, megalázó helyzetek, amelyek valakinek a fejlődését, a kiteljesedését akadályozza. Történetesen nem is feltétlenül bántásra gondoltam, hanem arra, hogy bizonyos élethelyzeteket, bizonyos szerepeket felveszünk, felvesznek nagyon sokan nők, és jól lehet megterhelő számukra, kívülről nézni sokszor nagyon nehéz, viszont ő teljesen természetesnek gondolja, tehát azt mondja, hogy ilyen az életrendje, nekem ezt végig kell csinálnom, amellett, hogy ugye hála Istennek én most már egy emancipált nő vagyok, és járhatok naponta minimum 8 órát dolgozni, amellett teljesen természetes, hogy például az erdélyi nők túlnyomó többsége egyedül végzi a házi munkát, illetve neveli a gyereket, szülőértekezletre jár, és még ki tudja, mi mindent bevállal. És ezt mondjuk nekem nagyon könnyű értelmiségiként, városi elkényeztetett fehérnépként ezt így mondogatni, hogy milyen nehéz másoknak, de hogy ezt tényleg sokszor nehéz látni, és csak elképzelni tudom, hogy milyen nehéz lehet benne lenni, amikor az ember így percre kicentízi az életét, hogy mindenre maradjon ideje. Ahhoz, hogy önmagával elégedett legyen. Tehát úgy gondolja, hogy ez így van rendben? Igen, ez így van, és erről most eszembe jutott egy ismerősömnek a nagyon cinikus megjegyzése, hogy a nők az emancipációval azt érték el, hogy a megszokott feladatok mellett most már joguk van ahhoz is, hogy napi 8, minimum 8 órában, sőt, túlórázhatnak is, meg vezető állást is elfoglalhatnak, meg mindenféle egyéb felelősséget is felvállalhatnak, nyilván a többiek mellett. Hát ez egy teljesen tévesen és rosszul értelmezett emancipációs folyamat, uh-huh. vagy szerepe. És megint vissza kell térnem itt a családi kapcsolatokra, meg a párkapcsolatra, mert ahhoz, hogy egy nő ilyen párkapcsolatban van, ehhez a párja is gondolom, hogy úgy egészíti ki egymást. És a nagy kérdések ott vannak, amikor valamelyik félnek a privilégiumait, a generációktól, idézőjelben mondom, hogy öröklött, mert nyilván nem genetikailag, hanem szocializáció folyamán öröklött privilégiumaitól kéne megfosztani, uh-huh. mert akkor, hogyha el kell osztani a feladatokat, akkor ebből gondok lehetnek, és egy ilyen helyzetben, mint amit az előbb említettél, ott valószínűleg, hogy a férfi társ lenne az, aki többet be kéne vállaljon, más, úgymond hagyományos szerephez képest, tehát a házi munkába, vagy a gyerekek nevelésébe, mert ott is a férfi feladatok is változtak az évek során, és nagyon ritkán nézzük ezeket együtt. Mert amikor gender kérdésről van szó, és a nőiességünket is, a férfiassághoz viszonyítva is, önkéntelenül, mert hogy természetes, hogy jó, én nő a nők között, és nő a férfiakkal való kapcsolatomban. Uh-huh. És úgy gondolom, hogy itt vannak a nagyobb feszültségek, hogy még mindig attól tartunk, hogy ha valamelyikből valamit kiemelünk, kihangsúlyozunk, akkor a másiknak a kárára megy. Uh-huh. Természetesen csak akkor lehet az, hogyha az egyik változik, kötelező módon változnia kell a másiknak is. És
ebben, ha nem partner a férfi társadalom, akkor lehet belőle akár ilyen nemek közti harc, ahogy szokták mondani. Uh-huh. És hogy támogatni, ahhoz, hogy társadalomban vagy közösségben meg tudjon változni egy nőnek a helyzete, hasonló, amit az előbb mondtál, hogy a munkahelyi dolgokat is, az otthoni dolgait is végzi, kell a közösségnek a támasza. Csak ez a támasz milyen? Mert gyakran megtörténik, hogy mi magunk, akik nem ilyen helyzetben vagyunk, ahogy mondtad, a városi elkényeztetett fehér népek, leszólunk, hogy igen, hát azért nehéz, vagy lesajnáljuk, hogy nehéz lehet neked, amire viszont természetes védekezési mechanizmus is lehet az, hogy de én tűröm, az igazi nő az tűri. Uh-huh. Az igazi nő az erősebb, az igazi nő az a családját is, a karrierjét is, mindent visz a hátán, és bele sem görnyed. És mellette persze szép, és ügyes, és sminkelt, és mindennel teljesen. Ezek, hogy mikor túltromfoljuk saját magunkat is, és minden szinten tökéletesek akarunk lenni, ez azt hiszem, hogy az erdélyi magyar nőkre is eléggé jellemző. Elég csak Botházi Máriának a cikkeit olvasni rendszeresen az erdélyi nőkről. Hát, hogyha van olyan humorérzékünk, és tudjuk annyi önkritikával nézni magunkat, azt hiszem, hogy jó úton járunk, hogy ezeken tudunk együtt nevetni, és ha a párunkkal együtt tudunk nevetni rajta, akkor meg igazán jó helyen vagyunk. Van még egy aspektusa ennek a történetnek, egy kicsit visszakanyarodunk a párkapcsolatokra, illetve arra, hogy hogyan is érheti bántalmazás a nőket. Nem is felnőttek, hanem tinédzserek körébe készült egy ausztrál felmérés, amiről több pszichológussal egyeztettem, és megkérdeztem, hogy jól gondolom-e azt, hogy nálunk is pontosan ugyanaz a helyzet, vagy valami hasonló, és mindenki bólogatott, hogy magától értetődően, amióta internet elérhető a tinédzserek számára, azóta nyilvánvalóan, hogy semmi különbség a világ különböző pontjain élő tinédzserek élete között. Nos, ez az ausztrál felmérés, aminek az a címe, hogy Don't send me that pic, ne küldd el nekem ezt a képet. Hát nagy vonalakban 615 és 19 év közötti lányt és nőt kérdeztek meg Ausztráliában, és az volt a központi kérdése, hogy hogyan élik meg a szexualitásukat, hogyan élik meg a párkapcsolataikat. Ennek a cikknek a címe, amit a Transindexen magyarul ott találtam, viszont nagyon sok más nyelvű cikk is foglalkozik vele, honnan tudod, hogy egy fiú kedvel, beszélgetni is akar veled, miután kielégítetted? És szerintem ez nagyon-nagyon szomorú, és nagyon-nagyon sokat mond arról, hogy mit tarthat egy fiatal lány értékesnek a saját életében, mit gondol magáról, a saját szerepéről egy párkapcsolatba, illetve hogy hogyan viszonyulnak hozzá. A kutatás szerint annak tudható be ez a fajta attitűd, hogy a pornofogyasztás az egy teljesen hétköznapi dolog lesz nagyon-nagyon fiatal kortól. Tehát a kutatás azt mondja, hogy már akár 8 éves kortól is beszélhetünk arról, hogy rendszeres pornofogyasztó a, nem is a fiatal, a gyerek. Igen, ez hogyan jelen... befolyásolja az ő elképzeléseit a párkapcsolatról, a szexualitásról, a másokhoz való viszonyulásról, hát én bele se tudok gondolni. Azok a felmérések, amelyek a pornográf anyagoknak a hosszú távú fogyasztása, vagy fogyasztásának a hosszú távú következményeit mérik, ugyanígy az eltárgyasításhoz jutnak el, uh-huh, hogy, mert hogy ezeknek a filmeknek az egyik jellemzője az az, hogy nem az érzem, tehát nem a kapcsolatot emeli ki, gyakran úgy tűnik, hogy nincs is semmilyen érzelmi vagy előzetes társas kapcsolati interakció, uh-huh, a szereplők között, hanem nagyon egyértelműen fokuszál az élvezetekre, illetve a kielégülésre. És addig, amíg eljutnak oda, tehát hogy ettől tárgyasulnak el úgy a nők, mint kevésbé vizsgálják, de nagy a gyanúm, hogy a fiúk is, a férfiak is. Igen, tehát, egyik pszichológus akkor, mondta, hogy a fiúkkal szembeni elvárások is teljesen irreálisak, és saját magukkal ennek köszönhetően, és éppen ezért ők is küzdenek egy csomó mindenféle. Így van.
Így van, tehát hogy a kettőjük közti zavarra. Kapcsolat, tehát hogy a férfi-női viszonyok, de a saját magukkal, a férfiassággal, vagy a nőiességgel kapcsolatos elvárások, vagy elképzelések is nagyon változnak. És ezek a tinédzser fiúk is kerülhetnek óriás, vagy tinédzserre érő, hogyha már ugye ilyen kiskortól, 7-8 éves kortól beszélünk akár ezeknek a pornográf anyagoknak a fogyasztásáról, mikor elkerülnek oda, hogy valamilyen, és nem is csak párkapcsolat, hanem baráti kapcsolatokat. Tehát az, ami egy személyes, face-to-face kapcsolatot feltételez, hogy oldok meg, hogy reagálok egy konfliktus helyzetre, vagy hogy fejezem ki a vonzódásomat a másik fél iránt. Amúgy is ez a tinédzserkornak óriási kérdése, természetszerűleg fejlődési jellegzetesség, és ezeket nehezíthetik ezek a jelenségek az online világból. Úgyhogy ha nem tudjuk mi felnőttek előre gondolkodva, mérlegelve egyensúlyozni, mert az kérdés, hogy hogyan tudjuk megakadályozni, hogyan tudjuk letiltani, hogyan tudjuk, az az egyik vonal. Nagyon sok az egyetemen is most van egy olyan kutatásunk, ami kutatás és program, amiben meg szeretnénk érteni, és minél jobban beszeretnénk vonni a tinédzsereket abba, hogy a saját védelmük érdekében mit és hogyan lehetne változtatni, beleértve az online világot. De ők válaszokat szeretnének. Egyértelmű, hogy fognak keresni, ez egy olyan eszköz, ami elérhető, vagy olyan forrás, ami könnyen elérhető. Gyakran bátorítjuk is, akár az oktatási rendszerre gondolunk, a házi feladatra, 1-4 osztályba, 5-8, menj haza, keresd ki az interneten azt, hogy nem tudom micsoda. Jó esetben hozzáteszik, hogy ne a Wikipédián keresd, mert nem elég megbízható, talán, de hogy máshol, hol. Tehát, hogy ezzel az eszközzel jól élni, nekünk is meg kell tanulni. A másik, hogy hogyan tudjuk az emberi a face-to-face kapcsolatainkban kiegyensúlyozni ezeket az elszemélytelenítéshez vezető jelenségeket. Hogyan még több olyan életszagú, olyan reális viszonyulásokkal, ami azt jelenteni a gyerekek körében, hogy bevonni őket az iskolai tevékenységbe, a szabadidő tevékenységbe, visszajelzéseket kapni. Nagyon fura tapasztalataim vannak még egyetemi oktatási szinten is, hogy gyakran látom még mindig azt, hogy ott is ilyen nagyon kérdezek, felelek, helyes válasz volt, nem volt helyes válasz, egyoldalú a kommunikáció. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon nagy kérdésem, hogy tudnánk érlelni bennük azt, hogy felelősen tudjanak kapcsolatokat kezelni. Mert biztos, hogy nem az, hogy letiltjuk minden egyébről. Persze. De a hozzáférésüket és a példamutatásunkat, hogy tudjuk mi ezt elősegíteni, mindenki, aki kapcsolatba kerülünk a gyerekekkel. Az iskolába töltenek a legtöbb időt, tehát nyilván, hogy ott. És nem nagyon ördöngös dolgokra gondolok, de maga az, hogy a tanár hogy beszél a gyerekkel. Hogy mennyire ugatja le a fejét, vagy mennyire jelenik meg a lányok-fiúk közti különbség óvodától. Találkoztam olyan óvónővel, aki azt mondta, hogy a fiúkkal nem lehet bánni. A fiúk rosszak. Hogyha ezzel kezdjük el, akkor hogy várjuk el, hogy a gyerekek? Igen, óvodától. És ez így fokozódik. Vagy bevonni, elszomorodva hallom, hogy egyre több diák tanács érdeklődés hiányában, a hivatalos álláspont szerint megszűnik. A diáknapok, az iskola másként hetek kicsit laposan, vagy néha tanárok is nagyon szenvednek azon, hogy tudják a diákokat bevonni erre. Valahogy úgy érzem, hogy nem csak a nők és a férfiak, hanem így a generációk között is valamilyen szakadék van, amit csak reális párbeszéddel és reális bevonódással tudom, vagy elképzelni, hogy lehetne mozdítani valamit.
Ezért örülök a mostani alkalomnak, hogy egyáltalán mi ketten leülhettünk beszélni, és talán a mi példánkból kiindulva más helyeken is leülnek beszélgetni, és tudatosítják azt, hogy az élet bármelyik területét szóba lehet hozni, lehet róla véleményt cserélni, nyugodtan elmondhatja mindenki a véleményét, és változtathat az életén akkor is, hogyha mikor leült úgy gondolta, hogy azzal semmilyen probléma nincsen, mindig lehet jobb is. Talán a végkövetkeztetésünk lehet az, hogy nőnek lenni ma jó, de lehetne még jobb. Éva, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Önök a Mit látták az elmúlt percekben dr. László Évával. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velem jövő héten is, addig vigyázzanak magukra és egymásra. Minden jót!